korlátozások feloldásának örömében élünk valamennyien, bár óvatosságra intenek a magyar hatóságok. Nézzük meg, mi újság Olaszországban, amely ország ugye jóval előttünk jár a vírus helyzetben. Balogh-Kovács Beatrix kolléganőnk Toszkánából. Mi a helyzet? Szia! Szia! Hát napok óta van jó hírünk, mert most már amellett, hogy csökken a fertőzöttek száma és csökken az elhunytak száma, pont ma olvastam Francesco Persiani polgármesternek a Facebook oldalán, hogy egy újabb nap telt el, új eset, haláleset nélkül nem csak a városunkban, de Toszkána régióban is. Most már napok óta 17 Igen, most már napok óta 17 olyan tartományt is számon tartanak, ahol rendesen csökkennek az esetek, tehát ahol már nem volt új eset, vagy nem volt új haláleset, tehát ahonnan már úgy néz ki, hogy eltűnőben van a vírus. Vannak azon sajnos olyan régiók továbbra is, ahol egyelőre még annyira nem jó a helyzet, bár ott is már ugye nincsen a kórházak túlterheltségéről szó, nincsen a több ezres megbetegedésről szó, viszont ott még azért a számok eléggé furcsa ívet mutatnak azon a bizonyos görbén, amit ugye a második fázisban figyelni kell. Bea, ez statisztika, amiről eddig beszéltünk, ezek ugye a számok. Az életérzés milyen most Olaszországban? Tehát felszabadultatok a korlátozások alól, hogyan fogadják ezt az olaszok? Hajrá bele mindent? Nehéz nekem általánosítani egy egész ország véleményét. Mondom inkább a sajátomat, az enyém kaotikus. És ezt azért így fogalmazom meg, mert ugye most már találkoztam, beszéltem Feri munkatársaival, vagy a szomszédaimmal, vagy voltam másik boltban, sőt voltam ügyet intézni, voltam orvosnál ügyet intézni. Tehát, hogy most már több embertől van információm, de azt kell, hogy mondjam, hogy eddig ahány emberrel beszéltem, annyiféle véleményt hallottam. A televíziókból, portálokról, újságokból nehéz az időszakban tájékozódni, hiszen ezt tudtuk, hogy nem lesz egyszerű ez a második fázis, de hogy ennyire kaotikus legyen valóban, azt senki nem gondolta volna. Hiszen az újranyitásnál ugye egyrészt továbbra is figyelembe veszik a szakértők javaslatait, illetve a görbeállását és a fertőzöttek számának enyhülését, növekedését. Ugyanakkor viszont számba kell venni már a gazdasági vagy turisztikai szempontokat is, ami miatt viszont azt gondolom, hogy a döntéshozatal ebben az időszakban a legbonyolultabb és legnehezebb. Sőt, most már ugye érvénybe lépett bizonyos tekintetben a kormányzók, vagy a tartományi vezetők, vagy a polgármesterek szava is. Tehát ha van egy egységes döntés, akkor természetesen most majd újra szembesülhetünk azzal, hogy ez esetleg régiónként változik is. Aha. Vagy városonként változik is. Na, innentől kezdve lesz még érdekesebb a helyzet, ugyanis pont a napokban jártam, úgyhogy elolvastam egy cikket, írtam róla egy posztot, majd 2 órával később szólt a barátnőm, hogy ő is nagyon szívesen elolvasna ezt a cikket, csak hogy nincs fönt. És valóban, tehát mindazt, amit megírtak, kitettek, több ezren megosztottak, az egy szempillantás alatt eltűnt, ugyanis a határozat nem pontosan úgy volt, ahogy azt abban a cikkben írták. Tehát most már ilyen 2-3 óránként ezért újra ellenőrzöm az olvasottakat. Uh-huh. Így egy kicsit nehezebb. Tengerpart közelében laksz, és beszélgettünk már arról, hogy Olaszországban is, miként nálunk is kulcskérdés a turizmus visszaállítása. Ebből a szempontból látsz-e valami változást, mozgolódik-e a tekintetben a tengerpart, hogy esetleg már várnak vendégeket? Itt nálunk ugye most éppen az van, hogy például Hévíz már várja a vendégeket néhány nap múlva. Alapvetően Toszkánában is, és egész Olaszországban is ugye most kiadták, hogy május 18-a ez egy előrehozott nyitás lett, ugye a hétfői nap, és hát 18-án a vártakkal ellentétben megnyithattak például kisebb szolgáltatók, fodrászok, kozmetikusok, ugye akiket június 1-i nyitásra terveztek, illetve nyithattak vendéglátó egységek is, annak ellenére, hogy ugye minden egyes területre, minden egyes szolgáltatóra a saját szabályai vonatkoznak. Na most a tengerpartok kérdése és a turizmus kérdése, az továbbra is az egyik legérdekesebb itt ebben a helyzetben, ugyanis azt már tudjuk, hogy június 3-ától elvileg megnyitják a határokat a turisták előtt. Aha. Na de hogy? Lesz-e testhőmérőzés?
hogy valóban jönnek-e azok a repülőgépjáratok, hogy lehet-e csoportosan is utazni, vagy preferálni kell mondjuk a saját szervezésű, kisebb létszámú csapattal való utazást. Ezeket egyelőre ilyen pontossággal és precizitással én nem merném állítani. Ugye nekem nem ez a területem, én nem ezen a területen dolgozom itt. Figyelem itt a kollégákat, barátnőket, többnyire akik a turisztikában jártasabbak, és hát ahányukat olvasom, annyi félét írnak. Tehát ez valószínűleg attól is függ, hogy egészen más lesz a helyzet például a Rimini tengerparton, mint itt a Tirén tenger ezen oldalán, vagy hát itt a Csizmának ezen oldalán, ahogy egészen más van érvényben például Szardíniára vonatkozóan is, vagy Szicíliára vonatkozóan, mert hogy ők továbbra is még lezárás alatt élnek, tehát oda valóban nem tudsz bemenni, és onnan valóban nem tudsz kijönni. Úgyhogy ez egy érdekes pont. Minden esetre az utolsó infók szerint elvileg 3 méteres lesz ez a bizonyos távolság a strandokon, illetve védőruházatban lesznek majd a strand dolgozói. Nagyon fontos, hogy nem lehet majd például a csoportosulást megengedniük majd a nyaralóknak, illetve nem lehet például röplabdázni vagy strandfocizni, tehát ahol mondjuk testi érintkezésre van lehetőség. De mint mondtam, ezek még, tudod, 2 óránként megjelenik egy új cikk, felkapják, osztják, majd eltűnik a semmibe. Ez így nehéz. Igen, hát azt gondoltuk, hogy nem lesz egyszerű az eddigi kerékvágásba való visszatérés, hiszen ez azoktól is függ, főleg a turisztika oldalán, hogy melyik ország milyen engedményeket tesz, hiszen a forgalom országok között az ugye alapvető a turizmus tekintetében, és az egyik engedi, a másik viszont nem, az úgy nem egy igazi helyzet. Viszont az életérzést hadd kérdezzem meg. Hurrá optimizmus van most Olaszországban, érzitek-e úgy ott, hogy vége van ennek az egésznek, vagy vannak azért óvatosabb hangok, óvatosságra intő hangok, amik nálunk megvannak? Minden egyes nyilatkozatban elhangzik legalább egyszer, hogy de még nem dőlhetünk hátra, vagy még nincs okunk teljesen fellélegezni. Tehát ilyen és ehhez hasonló mondatok szinte minden egyes fontosabb nyilatkozat során elhangzanak. Amellett pedig én azt gondolom, hogy igen, hurrá optimizmus van, egyrészt gyönyörű szép az idő, másrészt természetesen azzal, hogy kimehetnek az emberek, hogy egymással találkozhatnak, az már nagyon is pozitív. Megint csak visszautalok a kaotikus szóra, ugyanis például megengedték azt, hogy a rokonokkal, családtagokkal találkozunk, de csak a közeli hozzátartozókkal. Erre van egy olasz szó, ami ezt jelenti, hogy közeli hozzátartozó, és lényegében véve itt a kérdést például 3 napig feszegették, hogy ki számít közeli hozzátartozónak, az unokatestvér, vagy az unokatestvér gyereke, és ha az unokatestvér gyerekét meglátogathatom, akkor miért nem látogathatom meg mondjuk párkapcsolatba a szerelmemet, akivel mondjuk mi csak 2 hónapja vagyunk együtt. Tehát a hurrá optimizmust azért belengi ez az édes és furcsa kaotizmusa az olaszoknak, mert bizony nem minden rendelet egyértelmű sajnos, illetve a gazdaságra nagyon is rányomta a bélyegét. A gazdaságra és a turizmusra ez az egész helyzet. Tehát ezért még mindig vannak olyan területek, ahova nem ért oda a segély, vagy vannak olyan területek, ahol például az éttermes nem fog tudni kinyitni, vagy a bár, hogy csődbe ment. Tehát azért én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok embert érintett ez, ha nem is járványügyi szempontból, mindenképpen rosszul. És ugyan próbálnak optimisták lenni, legalábbis a legtöbb helyen én ezt látom, azért csak látszik ott a szemükben, a tekintetükben egyik-másiknak, akikkel én beszéltem, hogy hát azért jobb lett volna nekünk Covid nélkül. Ez teljesen így van, azt hiszem, hogy minnyájunknak jobb lett volna Covid nélkül, és minnyájon az egyértelmű megoldásokat és helyzeteket várjuk, talán ez egy kicsit odébb van, minden esetre örüljünk annak a kis engedménynek, amit most kaptunk, próbáljuk meg észre óvatosan felhasználni be. Nagyon szépen köszönöm, vigyázzatok magatokra!